Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a BevProg. Folytatjuk, ugyanis van még néhány elmaradásunk az osztályokkal kapcsolatban. Ezeket fogjuk ma pótolni. Nem olyan sok, de szerintem jelentős, úgyhogy mindenképp rá kell néznünk. Itt hagytuk abba, nagyjából. Ugye ezt a hónap Enumot építettük be, ugyanis ugye ez volt az Enumos példánk, és tulajdonképpen ez az, amitől egy kicsit még átláthatóbb, még olvashatóbb lett a dátumosztályunk, ugye azzal, hogy bekerült az, hogy ez itt nem egy integer, hanem egy hónap. Úgyhogy ezen kéne még egy picit javítgatni, már nem a hónapon, mert az szerintem jelen van. Jelen. Ránéztem a chatre, csak azt a szót látom, hogy jelen. Szóval a hónap az rendben van, de itt még nekem azért egy-két dolog nem tetszik. Egyrészt ugye az, hogy kicsit még mindig zavarosak itt a konstruktor. Tehát még kicsit még itt zavaros a konstruktor. Ugyanis az év az nem az igazi. Jó, azon fogunk javítani. A napon nem nagyon tudunk szerintem, de az éven mindenképp egy picit javítunk, mert azon kell. Ide raknánk egy pici pluszt, ugyanis nem biztos, hogy ez olyan fontos lenne, de gyakoroljuk az osztályokat, mindenképp, legalábbis így az alapokat, illetve kicsit a hibakezelés kapcsán is nézegessünk meg egy-két dolgot. Jó, úgyhogy akkor ezt el is mentem új névem, hát meglepő módon ez legyen a hatos, és készítsünk erre az évre is egy osztályt. Lehet, hogy ez ágyúval lepkére, de legalább gyakoroljuk az osztályokat, és tudunk egy picit hiba kezelni is. Szóval legyen egy évosztályunk. És gondolhatnátok, hogy na jó, de mit rakunk bele? Hát egyrészt legyen már egy intervallumunk, amiben az év értelmezve van. Tehát nyilván most itt ezt nehéz azért meghatározni, meg ugye az, hogy mit is akarunk használni, mert hogyha mondjuk ilyen történelmi eseményeket akarunk, akkor nincs könnyű dolgunk. Én most leegyszerűsíteném annyiban, hogy legyen egy intervallumunk mondjuk 1800 és 2200 között. Jó, tehát amit elfogadunk ilyen intervallumot. Hát, vagy lehetne egy kicsit szűkebb is. Na mindegy, a lényeg az, hogy szűkítsük le, és legyen két ilyen konstans változunk. Mondjuk a minimum az legyen 1800, a max pedig legyen mondjuk 2077, és akkor ugye alapvetően csak ezek a évszámok között fogadjuk el, hogyha a user beír valamit. Jó, ha ennél kisebb, vagy ennél nagyobb, akkor nem fogadjuk el, visszadobjuk, hogy az hiba. Jó. Na, és akkor nyilván milyen van az évnek? Hát van egy konstruktor, amin keresztül el tudjuk készíteni. Nyilván ennek a konstruktornak átadunk egy integert, hogy mi legyen az az év, amiben el akarjuk ezt készíteni, tehát mit akarunk reprezentálni, melyik évet akarjuk reprezentálni. És akkor nyilván itt ezt átadjuk valami lokális évváltozónak, amit mindjárt elkészítünk. Jó. És akkor itt rögtön a konstruktorban már hiba kezelünk is, tehát hogyha ez az x, ez kisebb, mint a minimum, vagy ugye nagyobb, mint a maximum, akkor dobjunk egy kivételt. Hát a változatosság kedvéért dobjunk most egy invalid kivételt ismét. Jó. Viszont ez majd egy másik invalid kivétel lesz, de majd mindjárt beszélünk erről. Jó. Készítsük el akkor itt a privát tagot, ami ugye simán csak egy y lesz ebben az esetben. Tehát ugye ez az év, amit reprezentálunk ebbe az osztályba. Tehát egy sima integer. Jó. Hát alapvetően úgy nagyjából ennyi lenne nekünk az év. De még ugye kell nekünk ez az invalid osztály.
ugye a kivételkezeléshez, illetve kell nekünk ugye két helper függvény, pontosabban egy setter és egy getter függvény, amivel esetleg módosítani tudjuk az évet, ha szeretnénk, illetve el tudjuk kérni, nyilván mert most privát, tehát így direktben nem férünk hozzá. Szóval akkor egyrészt akkor tudjuk le gyorsan a kivételosztályunkat. Ezzel készen is vagyunk. Illetve akkor készítsünk egy ilyen year függvényt, ami egész egyszerűen csak visszaadja az évet. Jó? Ugye mivel hogy privát, ezért kell, hogy legyen egy ilyen tagfüggvényünk, ezen keresztül fogjuk tudni elkérni. És esetleg legyen egy olyan függvényünk, amivel módosítani tudjuk, de mondjan is, ha kéne módosítani egy dátumot, mondjuk a dátum osztályunk fényében, ugye ha emlékszünk, itt van egy add day függvény, és itt ugye ez akkor érdekes, amikor inkrementálni akarjuk, tehát mondjuk december 31 van, ugye, és léptetnünk kell az évet. Igen. Úgyhogy akkor ezt kéne valahogy megoldani, hogy ez működjön. Tehát igazából elég az, hogyha csak inkrementáljuk tulajdonképpen. Tehát legyen egy ilyen increment függvényünk, ami annyit csinál, hogy egyel megnöveli y értékét. És erre majd nyilván írunk egy operátort, mert nehogy már a függvényt használjuk. Jó, hát szerintem úgy vázlatosan, egyelőre, úgy jónak néz ki. Na de ugye, amit mi még szeretnénk, hogy ugye ki is kell ezt írni, tehát kellene rá egy operátor, hasonlóan, mint emlékeztek a hónapok esetében. Csak itt egyszerűbb dolgunk van, mert itt majd számot kell kiírnunk. Itt meg ugye kicsit kellett így konvertálgatnunk, hogy ugye egy vektorba itt eltároltuk a hónapokat, és hogy melyik hónapot írjuk ki. Ugye? Úgyhogy egy kicsit ugyan egyszerűbb dolgunk van, de kell ez az operátor. Jó. Úgyhogy akkor készítsük el, tényleg hasonlóan, mint a korábbiakban. És ugye, hát egyrészt kell nekünk, hogy hova akarjuk kiírni. Tehát kvázi a bal érték, illetve kell a jobb érték, ami nekünk egy év lesz. Mert ugye ezt szeretnénk kiírni. És itt igazából csak annyit kell nekünk tenni, hogy visszaadjuk ezt a Ustream referenciát. Erről fogunk, jövő héten fogunk, nem, pénteken fogunk erről beszélni. Ha jut rá időnk, hanem akkor jövő hét kedden. De a lényeg, hogy ki kell írnunk a year-nek az évét. Ugye hát mit csinál, ugye ez az a year függvény, amit azért írtunk. Mert ugye az y az itt privát, tehát ez az, ami majd visszaadja nekünk, hogy az osztályba milyen év van éppen. Jó, hát ez egy sima integer lesz, kvázi itt kiírunk egy integert. Jó. Oké, és viszont írjuk meg a plusz-plusz operátort is, mert valamilyen így módon szeretnénk ezt használni. Tehát ez ugye akkor el kell készíteni. Úgyhogy akkor ezt készítsük is el. Ugye egy év lesz a paraméter, tehát ugye a hát unáris operátor, tehát az egyetlen operandusa ugye egy év lesz. És itt pedig annyit kell, hogy hívjuk az increment függvényt. Ugye, mert ez az, amit azért írtunk, hogy növelje meg egyel. Növelje meg egyel. Jó.
Úgyhogy úgy nagyjából szerintem így rendben is vagyunk. Persze, így akkor módosítgatnunk kell majd nyilván a dátumunkat is. Jó, tehát itt vagyunk a dátumban, és akkor innentől kezdve már nem integer lesz a year, hanem year típusú objektum lesz. Itt ugye a konstruktorba is egy évet kell majd neki átadni. Oké. Reméljük, hogy ez így nagyjából még jó is. Jó. Mikor az évet elkérjük, akkor nem integert adunk vissza, hanem évet. Jó. Mivel, hogy ez már év típusú lesz. És akkor, amit ugye itt az isValid függvénynél kell, hogy itt akkor már ezt nem kell megtennünk. Ugye hasonlóan emlékeztek a hónapnál, hogy ott se kellett már akkor így hiba kezelni, mert így az osztály konstruktora végzi a hiba kezelést. Tehát akkor ez sem kell. Ugye itt az addday-nél annyi dolgunk van, hogy ugye ez itt akkor postfix operátorra alakul, mert ez csak így működik. És amikor ezt elkészítjük, akkor nem csak így nem így dobjuk be simán, hanem ugye úgy, hogy mondjuk year, és a konstruktorát használjuk. Így van. Mert ez az a konstruktor, amin keresztül ezt az évet el tudjuk készíteni. Most megmutatom. Ez. Jó? Tehát itt átadjunk neki egy integert, és akkor fog ugye ez itt lefutni nekünk. Ugye itt egyrészt az ellenőrzés, másrészt meg ugye ez az értékadás itt az elején. Jó. Nézzünk tovább. Szerintem rendben van. Ugye ez akkor a getYear is elvileg működik, ami visszaad egy évet. Ha minden igaz, arra működik ez az operátor, de majd mindjárt kipróbáljuk. És akkor, amit még kell, ugye, így van, a kivétel kezelésnél kell kicsit kibővítenünk, hiszen ez most már nem egy date invalid kivétel lesz, pontosabban nem egy invalid date kivétel, hanem egy invalid year kivétel. És ide pedig akkor invalid year-t írunk. De próbáljuk ki, mert az a biztos. Jó. Ez a hatos. Meglepő módon lefordul. És működik is. Hogyha ér 2077, mond pedig Dec, kére hiba üzenetet? Nem. Tehát itt most nyomok egy ilyet, ugye itt jött az addday, gondolom erre gondolsz. Itt ezt átírjuk decemberre. És akkor nézzük meg, hogy mi történik. Ugye? Mert hogy ugye a konstruktorban van csak hibakezelés. Tehát itt ugye az inkrementálásban most nincs hibakezelés. Jó? Tehát csinálhatnánk ide is egy ilyet, hogy year++, és akkor ha az y ezzel átlépi a maxot, akkor dobjon egy kivételt. Jól írom? Uh-huh. És akkor már elvileg lesz. Jó. De jelenleg csak a konstruktorban van hiba kezelésünk. Természetesen ugye az inkrementálásban is lehet, hát miért ne lehetne. Ugye ez az egy fontos része a dolognak, hogy ha tagfüggvényen keresztül érjük el a privát tagokat, akkor megvan az a lehetőségünk, hogy ide tehetünk hiba kezelést. És hogyha valami hülyeséget akar beírni a user, akkor dobunk neki hibát. Ugye látjuk azt, hogy itt elkészítettünk egy dátumot egy konkrét napra, viszont sokszor előfordul az, hogy csak egy olyat szeretnénk, hát ide írom a kiírások alá, hogy csak úgy szeretnénk egy napot. Ez ugye azért sokszor előfordul, nem feltétlenül
akarjuk mi így ezt megadni. Ugye, ami nekünk itt fontos, hogy ugye ezek a saját típusok, hogyha így akarjuk elkészíteni, valamilyen értelmezhető értéket vegyenek föl. Tehát mondjuk ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy string szöveg, ez így akkor egy üres string lesz. Jó? Tehát nem olyan, mint ugye régen volt, hogy inti, és akkor az ének ki tudja, milyen értéke van. Amúgy ez most is így van, tehát erre figyeljünk oda, hogy ugye adjunk neki kezdőértéket. De azért a beépített típusoknál, pontosabban a felhasználói típusoknál ez azért úgy le van kezelve, hogy itt akkor fölvesz valamilyen értelmes értéket, inicializálja nullára, idézőjelbe. Jó? Tehát valamilyen értelmezhető értéket kap. Na most ezt meg kéne csinálnunk itt a dátumosztálynál is, mert bizony a user sokszor fog ilyet, illetve mi van, hogyha mondjuk akarunk egy olyan vektort, amiben dátumok vannak, de nem akarunk neki semmiféle kezdőértéket adni, csak mondjuk akarunk egy 10 elemű dátumokat tartalmazó vektort. Hát akkor milyen dátumokat fog a vektorba rakni? Ugye, hát ki tudja. Úgyhogy emiatt egy kicsit ki kell bővítenünk a osztályunk interfészét, nevezetesen készítenünk kell egy alapértelmezett konstruktort. Jó? Ami egész egyszerűen úgy néz ki, hogy így nulla paraméter, és akkor itt meghatározzuk, hogy milyen értéket vegyen föl. Tehát mi legyen az, amivel inicializáljuk, úgymond, az üres dátumot. Mint például a stringnél, ugye, hogy ha csak úgy egy üres stringet fölveszünk, akkor ott valami történjen. Nyilván ott valami fog történni. Ezt majd egyébként a vektorosztálynál meg fogjuk nézni, amikor a fél év végén ezt elkészítjük. Hasonlóan működik a stringre is, de nem akarok előre szaladni. Jó? Tehát kéne neki egy alapértelmezett viselkedés, hát adjunk valamilyen értéket a tagoknak. Ugye alapvetően ennek a három tagnak kéne valamilyen értéket adni, lehetőleg valamilyen értelmes értéket adni, és hát itt nyilván mi döntjük el, hogy mit. Hát mondjuk legyen 2001. január 1. Csak mondtam valamit. De mindenképp ezt meg kell tennünk. És akkor ez itt legyen a 2001, ugye? Jaj, de ne így, mert nem akarom, hogy kavarodjanak a dolgok. Legyen így. Ugye hónapnak adjuk meg a januárt, illetve a napnak pedig a elsejét. Jó. És ezzel már adtunk egy kezdőértéket a változóinknak. Nagyon egyszerűen. 2001. január 1 lett, tehát ez az alapdátum. Na, de nézzük meg, próbáljuk ki. Ugye itt van ez a tomorrow. Hát, most simán csak copy-pastelek. Itt is lekérjük a napot, a hónapot, vektorra egyelőre nem foglalkozunk. Nézzük. És futtassuk le. Jó. Na, és látjuk, hogy ugyan mi nem adtunk kézzel értéket a tomorrow változónak, objektumnak, de ugye az alapértelmezett értéket fölvette. Jó. Ez egy fontos feature, erre mindig figyeljünk oda, hogy legyen alapértelmezett konstruktorunk, tehát valami történjen akkor is, amikor a user nem akar értéket adni neki. Jó. Tehát erre mindenképp figyeljünk oda. Másik dolog, amire figyeljünk oda, hogyha olyan függvényeink vannak, erről majd később részletesen beszélünk, ami nem változtatja meg az objektum állapotát, azok a függvények legyenek konstans függvények. Jó? A vektornál fog ez igazán előjönni, karakteresen, hogy ez miért fontos. Itt most legyen nekünk csak elég, hogy annyit kell tennünk, hogy ide írni, hogy konst. Jó? Ugye látjuk, hogy ez három olyan függvény, amik
úgynevezett getter függvények, tehát ezek nem változtatják meg az objektum állapotát, tehát nem olyan, mint az add például, hogy megnöveli egyel itt a napot, meg ha kell a hónapot, meg ha kell az évet is, hanem csak egész egyszerűen visszaadnak valamit. Ezzel a const kulcs szóval jelezzük azt, hogy ez a függvény nem változtatja meg az objektum állapotát. Mi történik, hogyha egy dátumot le szeretnénk másolni? Ugye, mondjuk akarunk egy olyat, hogy mondjuk ezt a tomorrow-t inicializálni szeretnénk a today-nek az értékére. Mi történik ilyenkor? Hát mit várunk? Ugye azt várnánk, hogy ugye lemásolódnak ezek az értékek, vagy hát éppen az aktuális, amit a today tárol, vagy legalábbis jó lenne, hogyha valami ilyesmi történne. De nézzük is meg, hogy ez történik-e. Hát úgy tűnik, hogy igen. Jó, úgyhogy amire figyeljünk, hogy nyilván ezek működnek, ez a másolás, ez működik. Jó? Tehát tudunk úgy készíteni objektumot, hogy egy másik objektumnak az értékével inicializáljuk. Jó? Itt ez esetben ennek a tomorrow-nak az értéke a today értékével fog inicializálódni. És hát a today-nek mi az értéke? Hát ugye ez, csak ugye az egyel megnövelt, tehát 2078. január 1. Amit itt szem előtt kell tartani, és ami egyébként történik, hogy ezeknek a változóknak az értékei simán csak lemásolódnak. Ugye? Tehát az évnek lesz valami, ugye a hónapnak lesz valami, illetve a napnak is lesz valami. Jó? Tehát valamilyen értéke lesz ezeknek. Ugye alapvetően az, ami itt is van, tehát itt jelen esetben ugye a 2078 volt, a month ugye a január, a day meg az 1. Jó? És abba, amit elkészítünk, itt a tomorrow-ba, ezek szépen átmásolódnak így egyesével. Tehát úgymond az egyes tagok egy az egybe másolódnak. Jó? Érték szerint. Érték szerint másolódnak. Később ez nagyon fontos lesz, és később erre kiemelt figyelmet fogunk fordítani. A fél év végén majd lesz már olyan eset, hogy ez az egy az egy másolás, ez nem lesz jó nekünk. Jó? És arra akkor majd nekünk kell valamit kitalálni, de nem akarok ennyire előre szaladni, azt majd megnézzük, amikor a vektorosztályt implementáljuk. Jó. Egy dolog van még hátra. Szerencsés lenne, hogyha ezt a mi dátumunkat betennénk egy névtérbe, ugyanis azért ilyen dátum nevű osztály azért sok van. Vagy hát lehet. Jó? Úgyhogy csináljuk már azt, hogy ezt az egészet, amit itt írtunk, ezt betesszük egy névtérbe, csak hogy lássunk ilyet is. Ugye namespace mondjuk legyen UD Chrono, mint hogy chronograph. Ugye itt kezdődik a névtér. Ugye ez még mind-mind benne van, és itt végződik. Illik kommentbe ide írni, hogy ez mit, hogy mi ez a bezárójel. UD Chrono End. Csak hogy nehogy itt kavarodás legyen, hogy most akkor mi ez a bezáró itt. Viszont így akkor ugye minősítenünk kell. Hoppá. Mivel hogy ez egy UD Chrono Date lesz innentől. Illetve a tomorrow is egy ilyen date lesz. Jó, és hát nyilván itt a catch-be is akkor ezt meg kell tennünk. Ugyanis az UD Chrono Date és az UD Chrono Year dob invalid kivételeket. Próbáljuk ki. Oké. Ezek meglepő hibák. Igen. Ide is kell, természetesen. Jó. Nézzük újra.
Egyre kevesebb. Oké, nyilván kell a hónap elé is. Mert hogy a hónap is abban a névtérben van. Ah, most már jó. Oké, és futtassuk is le. És jól is működik. Jó, rendben van. Amire esetleg még ránézhetünk, hogy akkor ez a vektor, ez működik-e. Jó. Ugyanis hát akkor csinálunk egy 10 elemű vektort, amiben ilyen dátumok vannak. Hát 10 dátum, semmi különös. Írjuk már ki ennek az értékét. Vajon ez mi? Ja igen, igen, ide is kell. Jó, azt ne felejtsük el, a névtér, az fontos. És akkor ezt írjuk már ki. A szokott módon. Hát ez itt fog működni. Meglátjuk. Meglátjuk. És akkor itt ugye a D-t kell, ugyanis ezt használjuk. Így van, tehát a D-nek kell az év, a hónap és a nap, és az összes olyan D-nek, ami ebbe a D-vektorba van. Ja. Ide dobunk egy kis nyomkövetést. Csak hogy ez már a vektor, hogy lássuk rendesen. Na nézzük. Oké, és nagyon jó. És kiír nekünk 10 darab 2001. január 1-et. Ugyanis ebben az esetben ugye minden egyes dátum, ugye az alapértelmezett konstruktorával erre a napra fog inicializálódni. Szuper. Tehát akkor alapvetően úgy működik, ahogy szerettük volna. Jó. Na, úgyhogy, hát tulajdonképpen ez az, amik még hiányoztak, ez az, amiket még át kellett beszélnünk. Úgyhogy nyilván ilyenkor, ahogy lenni szokott, én köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.